Wow! Ó! Menj innen! Menj innen! Na jó, ennyi baromkodás elég. Egyértelmű szerintem, hogy ez a bigós köszönéssel kell kopisztan ezzel le. Hát... nem az igazi. Na akkor itt van... Építettem pár saját építési házat. Ilyen jó kis kicsi, saját magam terveztem. Előkészítettem még neki a gödröt is. Szóval ez ilyen. Ez olyan, hogy hármas alap. 5-ös mélység, bár igazán itt meg lehet állítani a videót és leszámolni, hogy hogyan is csinálom. Sőt, ajánlott meg állítani a videót. Ide szeszünk a csapóajtót. Ez az első ház ilyen hamar kész van. Itt a másik házunk. Hát... igen, ez egy picit... lehet, hogy picit nevetségesebb a kereténél ez a épület. Teljesen mindegy, hogy hogy teszünk le az ágyat. És valahogy ledobjuk oda. Ráteszünk balkásasztalit. Ládát. Ülőt. Encsart asztalt. Kész van. Hogyha ezen ágyban alszunk, akkor ez történik. Igaz, attól függ, hogy mi történik, hogy hogy elhelyezik el az ágyakat. Szóval, hogyha ebben alszunk, akkor ez fog történni. Mert nem is tudom, hogy miért várom el, hogy nappal legyen, hiszen én... ha csak kiszállunk az ágyba, akkor is ugyanaz történik. Lamp projectet, ami... ez azért már nem olyan pici ház. Igen, ebben így... három blokk mély. Ki van hagyva a legfelső blokk, és így van beleépítve. Ja, és nem... elég nehéz kijönni belőle a Survivor-ben. Hogy egyáltalán lehetséges. Lehetséges, hogyha leteszünk egy létrát. Igaz, itt azt hiszem ezekre nem gondoltam. Á, mindegy. Ide, 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 ide tesszük. Távol, tök minden melyik ajtóra. Földblokk. Tábla kicserélése. Ide vízet öntünk. Ezeket jól megkapáljuk. Bejövünk ide. Kiássuk ki erre a területet. Na akkor... itt az első dolog lépés, hogy eldöntsük, hogy melyik irányban nézem. Mondjuk, itt legyen létre, akkor úgy kell megcsinálni, hogy... ezen így alaposkodnám menni, de... nem is ilyen lesz ez egész, szóval... és akkor ezt is hagyjuk szabadon. Majd.
Ezt igazából el sem tudjuk érni, akkor ez legyen tök mindegy blokk. Aztán tegyünk egy ágyat ide, vagy szerintem most rosszul van. Oké. Bár alapból így kéne letenni az ágyat, az is igaz. Na akkor. És hogy még mi kell ide? Mivel ez? Meg az láda. Ez alulra ülő, utána láda. Például ezzelben ugyanazt használjuk fel, csak kicsit más összetevőkkel. Más a dizájnja más ezeknek a házaknak. Többnyire. Ja is. Ezt is lekapáljuk. Igaz, ez az egyetlen dolog, ami nem csak dizájn. Hogy valami ide kerülne, akkor nehogy az legyen, hogy vessen oda, és akkor így mindjárt zavarna. Na, itt van az utolsó ház projekt. Az a lényeg, hogy ez az egyetlen ház, ami fix. Aminek nem mindegy, hogy hogy állnak a blokkok. Mi? Nem igazán értem logikáját ennek a dupla résznek. Oda és oda tegy blokkokat. Állj ide. Tedd a sarkára, tedd a sarkára. Adj helyet, tedd a sarkára. Mikor ez is jó. Úgy, az igaz, ez teljesen mindegy, hogy ez olyan dizájnoljátok, hogy üveggel vagy olyannal. Ahogy akarjátok, ez a új dizájnoljátok. Ezek ilyen igazi testre szabható házak. És itt igaz, olyat is csinálhattok. Szóval sokféle formája van ennek. Így is szabhatjátok. És az a legjobb, hogy sem, ha be van csukva, sem ti, sem a mobok nem tudnak bejönni. Bár gondolom azért az ijászok ide be tudnak lőni. Azért azt szerintem egy kicsit elfogadható probléma. Az a lényeg, hogy közében hagyjatok egy lyukat. Jöjjünk be! Töltsük meg! Kapáljuk! És most rendezzük be! Itt az a fontos, hogy kell az ágy. Ennek háznak az a különlegessége, hogy csak akkor tudok jönni innen, hogyha tudtak aludni, azaz, hogyha éjszaka van, vagy sivatagban is, még sivatagban is, ezért akkor is, hogyha vihar van. De többi bajomban nem. Ups. Bocsi a problémát. Na, egy új
dolgot tudtam meg az üllőről. Nem tudom, mit rontottam a berendezésnél. Ja. Én is jó ügyes vagyok, ugye? Ó, hogy a... Oké, miután ezzel meg vagyunk. Ide letesszük azon dolgot, ami hiányzik, ami a crafting asztal. Milyen kicsi tábla? Ezen dolgokat csináltuk meg ebben a videóban. Bye bye, see you later!